Tényleg a Zsófia legérzékenyebb pontod? E, igen, igen, persze, persze, valamitől. Így nagyon furcsa viszonyunk van, egy nagyon-nagyon összetartó, de nehéz, nehéz, nehéz egy színésznő gyerekének lenni, aki aki ráadásul akar is valamit csinálni az életben, és a hasonló pályán szól, ez, ez egy nehéz ügy. Ja. Amikor kicsi volt, tudtál a főszereplőségedből lerakni valamit, hogy ő is megkapjon anyaként főszereplő. Na most, ja, hogy, hogy ő megkapjon anyaként, azt ő, meg, nem azt tudom. Meg, hogy egyedül nevelted a gyereket? Egy nagy rész, nagy rész. Nagy hát részt. azért volt, volt, aki amikor segítettek, ugye, hát együtt éltem a Görög elég hosszan, és ő azért nagyon tevékenyen ebben részt vett. Egy darabig, aztán amikor elment, akkor meg nem. Igen, hát ez az indul a görög igen. aludni, tudod. Igen, 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 fordítva. Na de hogy a Zsófi mennyit kapott belőled? Kapott Ö... eleget, és ha nem, akkor állt te bosszút rajtad később? Mm, hogy bosszút Na, látod, ezt elfelejtettem. Lehet, hogy bosszút áll, nem hiszem. De ha bosszút áll, akkor, akkor azt elfelejtettem. És én nem is óhajtanám ezt fölidézni. Nem hiszem, hogy bosszút áll. Nem, hanem, hanem gyerek volt, és mint gyerek. Ha bosszú, akkor azt lehet mondani, hogy bosszúból volt kamasz. Érted? Szóval ez nem, nem. Nem, 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 gyerek volt, és aztán fölnőtt. Nem hiszem, hogy bosszú, tehát én ezt így nem érzékelném, nem. És nem. volt még olyan eset, amit most felidézted, például az X faktorban nem kellett volna benevezni. Igen. Volt még olyan, amit anyaként utólag megbántál vele kapcsolatban? Hogy valamit rosszul döntöttél, vagy rosszul csináltál? Hát, és nem számom kérem, ez félre ez csak ő, Jó, van egy olyan, amit nem tudok megbánni, de, de, de így így sikerült az, hogy én egyedül vállaltam őt, ez az én döntésem. Ettől nekem van lelkismert fordolásom. Egy életre szóló lelkismert van, de nem tudtam másképp dönteni, és nem is tudtam volna soha másképp dönteni, ez én így vagyok összerakva. És vele kapcsolatban, magadra, miben vagy a legbüszkébb akkor? Vele kapcsolatban, magamra, hogy azért én nem tudom. Ezt őt kell megkérdezni olyan, én nem tudom, én nagyon szeretem őt, érted? Borzasztóan, én borzasztóan kritikus vagyok, jaj, szörnyű kritikus vagyok, te is mondtad, magammal is kritikus, ő ővel is kritikus voltam, de azt látni, amikor ő föllép mondjuk az arénában, vagy a Budapest parkban, és ilyen nagy-nagy színpadokon, és ott van a kivetítőn is, és, és, és az emberek tudják a szöveget, amit énekel, érted? Hogy ennyi ennyi ember előtt én ájultan nézem, tudod? És ö, ö, egy nagyon, nagyon furcsa, ambivalens érzés ez, hogy olyan, mintha nem az én gyerekem lenne, és azt kell mondani, de enyém, ez, enyém, enyém az, ő az enyém.